A telefonnál pedig itt van már velünk Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemző Központ projekt igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét! Szombattól kampányidőszak, és hát arra gondoltam, hogy nézzük végig a különböző szereplőket, hogy ki mit csinál, és milyen helyzetből indul neki ennek a kampánynak. Azt mindenki tudja nyilván, hogy aláírásokat fognak gyűjteni a különböző jelöltek. Azt lehet feltételezni, hogy a legtöbben legalábbis a kormánypártiak, illetve a közös ellenzéki jelölteknek ez valószínűleg sikerrel menni is fog, de hogy a tartalom mi lesz, az egy másik kérdés, és szerintem kezdjük a kormánypárttal. Elindult-e már a fideszes kampány, és hogyha igen, akkor miről szól jelen pillanatban? Hát a fideszes kampány az gyakorlatilag 4 éve elindult, tehát ha kicsit tágabban értelmezzük a kampányt, akkor voltak éppen permanens kampányról beszélhetünk, és az előző választás másnapján elindul a kampány, ilyen értelemben. Ha szűkebben értelmezzük, akkor tulajdonképpen tavaly ősztől tekinthető kampányüzemmódnak az, amit a Fidesz csinál. Innentől ugrottak meg azok az összegek, amiket hirdetésekre költenek, és ehhez hozzájárult még az, hogy az ellenzéki előválasztást eltérően a korábbi önkormányzati választástól, amikor gyakorlatilag passzívan szemlélte a Fidesz, és rá is fázott, idén, vagy hát tavaly nem akarták ugyanezt a hibát elkövetni, és már ott ráerősítettek a kampányra, tehát alapvetően ugye kicsit félrement az a kampány, mert azzal számoltak, hogy Karácsony Gergely lesz végül a győztes, de már elkezdtek kampányt építeni Karácsony Gergelyre, aztán viszonylag gyorsan átváltottak Márki-Zajra, tehát ebből is látszik, hogy a kormány oldalon is az már egy intenzív kampányidőszaknak volt tekinthető. Ugye most nekik van az én értelmezésemben egy olyan típusú üzenetük, ami arról szól, hogy itt remekül megy minden, érezhető a fejlődés, és főleg gazdasági fejlődés, és ezért aztán van egy csomó pénz, amit most ki lehet osztani a lakosság különböző csoportjainak, és én úgy látom, hogy leginkább ez a kommunikáció megy, és ami meg például nem megy, az a névszavazásnak, az úgynevezett gyermekvédelmi névszavazásnak a kommunikációja. Persze azt nem látom előre, hogy vajon miről fog majd szólni a Fidesz kampánya, vagy inkább azt jelenti, hogy még jobban beindul a Fidesz kampánya, hogy még több helyen és még több pénzből fogjuk ugyanazokat az üzeneteket látni, amiket már most is látunk. Igen, a Fidesznek egy eléggé több szólamú kampánya van, és egyébként ez a fajta vonal, ami ugye erre a gyermekvédelemre, kicsit a homofóbiára hajazó kampánya van, ez is megy közben, csak messze nem olyan intenzitással. Tehát a fő sodor jelenleg valóban ez a jobban élünk, mint 4 éve gyakorlatilag, és ez nem csak kommunikációban nyilvánul meg, hanem elindult egy erőteljes osztogatás is, vagy más megközelítésben jóléti intézkedések indultak el, amit az emberek egyébként valószínűleg érzékelnek. Tehát pont a napokban az SZIA visszatérítés szépen megérkezik a számlákra, lesz 13. havi nyugdíj, tehát egy csomó olyan intézkedés van, amit az emberek azonnal érzékelni fognak, és a választásokig még lesz néhány ilyen, és ennek az érzetét akarja felerősíteni a kampány fő vonala jelenleg. De ezzel emellett azért ott van a migrációs kampány, a sorosos kampány, és tehát futnak a szálak, de egyelőre ez a fősodor. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a Fidesz méréseiből nem sikerült kihozni azt a fő vonalat, vagy fő témát, ami egyébként 14-ben és 18-ban megvolt. 14-ben ugye a rezsicsökkentés, 18-ban pedig a migrációs válság volt a fő téma, tehát egy nagyon monolit kampány volt ilyen szempontból. Idén ezt nem sikerült kihozni a felmérésekből, hogy igazából mivel kellene nyomni, tehát ilyen értelemben nincs egy egységes karaktere a kormány oldal kampányának, de ez a több szólumúsággal próbálják meg egyelőre finom hangolni ezt a kampányt.
térjünk rá az ellenzékre, és mondjuk nekem van egy olyan előfeltevésem, hogy a kampány időszak az annyiból jót tehet nekik, hogy egyrészt muszáj lesz döntést hozni a közös listáról, tehát hogy a saját magunkról a beszélés és saját magunkkal vitatkozás ideje az le fog járni mindenféleképpen. Nyilván lesznek itt elégedetlen, meg kevésbé elégedett szereplők, de hogy akkor is ennek vége lesz. Kimennek az utcára, és a választókkal fognak beszélgetni, és hogy ez talán beindítja valamennyire azt a ellenzéki gépezetet, amiről azért sokan mondják, hogy az előválasztás után elakadt egy kicsit, de hogy miről szólhat az ellenzéki kampány még, az egy nagy kérdés nekem. Nekem is. Egyelőre szerintem nem szól semmiről, tehát alapvetően így sincs eldöntve az, hogy mire kéne fölfűzni, milyen fő üzenetre kellene fölfűzni a kampányt. Van egy olyan érzésem, hogy van egy meggyőződés az ellenzéki oldalon, hogy elég az Orbán ellenes hangulatot meglovagolni, azt kell felerősíteni, ezt megspékelni némi korrupciós tematikával, narratívával, és ez elég lehet. És egyelőre nem nagyon látok más vonalat. A pozitív kampány nem létezik gyakorlatilag az ő oldalukon, tehát egyelőre nem látok ilyet, vagy nem elég erős ahhoz, hogy igazán érzékelni tudjuk. Hát az a helyzet, hogy az ellenzéki oldalon szerintem ebben az értelemben nagy baj van, mert egyelőre nem látjuk azt, hogy alapvetően mire lehet fölfűzni. Ugye minden kampánynak az a lényege, hogy a legutolsó aktivista is a legutolsó zsákfaluban tudjon mondani egy erőteljes érvet arra, hogy miért kell kormányt váltani, vagy miért minket kell választani. És alapvetően ez még szerintem a pártvezetők fejében sincsen meg, ez az üzenet, nemhogy az aktivistákéban. És ha ez nincs meg, nincs egy nagyon erős, pulzáló lendülete ennek a kampánynak, akkor egész egyszerűen nem lesz esélyük kormányt váltani. És egyelőre nem látom ezt a fő üzenetet, illetve amit eddig látunk, az valóban az, hogy ne Orbán. Orbánt akarod, és nagyjából ennyi az üzenet. Lehet-e ez a fő üzenet Márki-Zay Péter maga? Tehát, hogy az, amit ő képvisel, és amivel ő túlnyúl valószínűleg a általános ellenzéki táboron, hogy mennyivel, az majd kiderül áprilisban, de hogy azt lehet-e üzenni, hogyha ez tartalmilag nem is pontosan lehet tudni, hogy mit jelent, hogy itt van ő, aki nagyon más, mint Orbán Viktor. Alapvetően én szerintem ez lehetett a kiinduló pont, hogy van egy alap, ez az Orbán ellenesség az ellenzéki oldalon. Ez főleg a kemény mag az, akinél erre építeni lehet. És akkor ehhez képest elég lehet a jelölt személye és annak a barikádokon való átnyúlása, vagy az ideológiai törésvonal fölöttisége, az, ami itt erős lehet. Egyébként maga a kampányszlogen, hogy csak fölfelé van út, és se jobbra, se balra, ez nem lett volna rossz, de igazából nem lett ez felöltöztetve, nem lett ez felerősítve. Nagyon jól működik a kormányoldalnak a karaktergyilkolása, tehát viszonylag jól megragadták a Márki-Zaynak a gyenge pontjait, és eredetileg is, hogy ha van egy ilyen figuránk, aki átnyúlik az ideológiai törésvonalakon, akkor is csak az lehet a célkitűzés egy politikai oldalon, hogy igazából elaltassa a mérsékelt jobboldali szavazókat, akik meg már lehet elégedetlenség, de azért 18-ban még leszavaztak a jobboldalra. Tehát igazából a célkitűzés inkább az lehet, hogy őket önt otthon tartani. Nagyon kicsi az a potenciál ma Magyarországon, akik átsábíthatók egyik oldalról a másikra. Tehát olyan szintű a polarizáció, olyan mélyek az árkok, hogy átugrálni nagyon nehezen lehet. Itt a cél tényleg csak az lehet, tehát volna, nem tudom, hogy erre mennyire alapoznak, hogy otthon tartani egy bizonyos részét a jobboldali szavazótábornak, és aktivizálni azt a részt a középnek, aki pedig
a bal oldal felé húz, de ne, egyáltalán nem biztos, hogy elmegy még szavazni. Tehát ez lehetett volna a finom hangolás lényege. Én erre nem látok egyelőre megfelelő eszközöket. És ami nagyon fontos lesz, és döntő lesz én szerintem, az, hogy a door-to-door kampány, tehát a valóban az, amikor elmennek az emberekhez, beszélgetnek velük, kint vannak az utcán, hogy ezt mennyire sikerül a vidéki körzetekben megvalósítani. Én ezt akartam pont kérdezni, hogy ugye itt szokták azt mondani, hogy csatatér körzetekben, 20-néhány körzetben dőlhet el a választás, ami nagyon szoros lehet, és hogyha ott az ellenzék nyer, illetve nyer mindenhol máshol, ahol nyernie kell, akkor ez a dolog meg lehet nekik, hogy itt egyéni szereplőkön, tehát egyéni jelölteken és az ő teljesítményükön is múlhat akár egy kormányváltás is? Szerintem igen, tehát döntő részben ezen múlik. Ha most azt látnám, hogy az országos szinten, tehát ugye a kampány fő áramában kiegyenlített lenne a helyzet, tehát ugyanolyan erős üzenetekkel, ugyanolyan erős jelenlét lenne mindkét oldalon, akkor azt mondanám erre, hogy csak ezekben a körzetekben fog eldőlni, és csak egyéni teljesítményeken fog múlni a választás. Viszont mivel nem kiegyenlített egyelőre a kampányhelyzet, hanem van egy kormányoldali túlsúly, egy koherencia, ami sokkal erősebben hat jelenleg. Ezért azt mondanám, hogy ez a kettő, ami még hiányzik az ellenzéki oldalon, hogy egy erős fő sodrat, egy erős fő kampány, és ez a grassroots erőfeszítések, tehát az a door-to-door kampány dönti el. Ez az, amiből egyébként nagyon keveset látunk innen a fővárosból, tehát nem tudjuk, hogy mennyire motiváltak az egyéni jelöltek ezeken a helyeken, mennyire hiszik el, hogy le lehet győzni a Fideszt, mennyire hiszik el az ő aktivistáik, hogy le lehet győzni a Fideszt, és mennyire vannak jelen, mennyi erőfeszítést tesznek ebbe bele. Ezt nem tudjuk. Az az igazság, hogyha 14-ből és 18-ból indulunk ki, akkor itt nagyon-nagyon nagy hátrányban van az ellenzék, és a többszörösét kell nyújtania annak, amit korábban nyújtott. Ahhoz, hogy itt bármilyen fordulat legyen. Meglátjuk, hogy mi történik még a következő két hónapban. Novák Zoltánnak, a Méltányosság Politika Elemző Központ projekt igazgatójának köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.